Kedves fiatalok, túl jól értünk a világ dolgaihoz, és kevéssé az élet vezetéséhez. Gondolkodjunk együtt arról, hogyan kell okosan és szeretettel vezetni az életünket, hogy boldogok legyünk. Senki sem születik úgy, hogy készen van a világnézete. Mindannyian, amikor megszületünk, akkor egy burokba születünk. Amikor megszületünk, akkor a szüleink egy világnézeti burokba raknak. Nagy szeretettel adnak nekünk egy látást. Nem akarnak nekünk rosszat, de ők így látják a világot jónak, élhetőnek, és ezt adják nekünk. Egy világnézeti burkot kapunk passzívan. Passzívan kapjuk, nem tehetünk róla, és van bizony, aki nem kap jó világnézetet. Mondjuk értéktelen dolgokra nevelik, vagy kifejezetten ateizmusra nevelik. Addig, amíg az ember ebben a burokban él, addig neki a bűne, az értékrendszere annyira nem is az övé. Neki nem is bűne, nem is erénye. Inkább azoké, akik ezt nála alakítják. Elérkezik aztán lassan, hát a 14-16 éves kor, ki tudja mennyi, és az ember elkezd ebből a burokból szépen kilépni. Lassan elkezdi feszegetni azt, hogy miért is neveltek engem így, és ezt a burkot, mint egy tojást elkezdi szétfeszíteni. A diákok így fogalmaztak, hogy kell egy erős élmény. Nagy pedagógus az Úristen. Mindenkinek olyan erős élményt ad, olyan mozorgatást, olyan katalizátort, ami nála ezt be tudja indítani, hogy na, kezdjek már el gondolkodni, ki is vagyok én? Hogy is van ez a világ? Mit kezdjek én az életemmel? Ezek lehetnek, ezek az erős élmények nagyon pozitívak, vagy lehetnek negatív élmények is. Hát ilyen pozitív élmény lehet mondjuk, hogy az ember szerelmes. Arról hiszem el, hogy szerelmes, aki több akar lenni. Ilyen lehet, hogy az ember találkozik egy erős példaképpel. Egy másik ember, aki látja, hogy jé, ez nem olyan gyagya szinten gondolkodik, mint én, és elkezd az embert röpíteni magasabb szintre. Óriási élmény lehet egy igazán jó példaképpel találkozni, együtt lenni, együtt dolgozni. Ilyen lehet az, hogyha az ember utazik, és látja azt, hogy nem mindenki így él, mint mi, hanem vannak más kultúrák, más életek is, és az embert egy kicsit kiszakítja ebből az egyszer-egyes életvilágából. Lehetnek ilyenek negatív élmények is, hát ilyen a szenvedés. Bármilyen szenvedés. Meghalt az anyukám, hogy testi bajom van, testi fogyatékom van, hogy szegények vagyunk, bármilyen szenvedés beindítja azt, hogy az ember hamarabb elkezd gondolkodni önálló. Igenis, aki szenved, az hamarabb fog érni. Mindig érettebb gondolkodású lesz, empatikusabb, mindig testvériesebb, mindig alázatosabb. Nagy pedagógus az Isten, olyan erős élményeket küld mindannyiunknak, amilyenre éppen szükségünk van, hogy a kis langyos gondolkodásból kiszakítson, és végre elindítson, hogy saját talpára álljon az ember, és kialakítsa a saját világnézetét. Kérem, ez a cél. Ez. Én úgy gondolom, körülbelül 25 éves korunkra készen kell lenni. Nincs idő infantilisnek maradni. Ez itt egy olyan jó 10 év látjuk. Amikorra az embernek kialakul az érett saját világnézete. Mi az izgalmas? Hogy itt az ember még védett. Védi ez a passzívan kapott világnézet. Itt már van egy saját aktív világnézete, felnőtt világnézete, itt már védett. A kettő között mi van? Itt nagyon sebezhető az ember. A két védettség között van. Ilyenkor történik az, hogy az ember cinikussá válik. Semmi nem fontos, mindegy, hogy élünk. Ilyenkor lehet az ember könnyen alkoholista, drogos, ilyenkor csapódhat az ember olyan bandákhoz, olyan szektákhoz, akik neki erős identitást adnak, mert itt neki nincs. Mit kell csinálni? Sok mindent mondhatnék. Az egyik az, hogy tessék utazni sokat. Az utazás az mindig érleli az ember, tágítja a világnézetét. Aztán olvasás. Olvasás nélkül, kérem, nem megy. Mindent látni, átélni, ilyen nem adatot nekünk, nem vagyunk istenek. A könyvek viszont közel hoznak gondolatokat, elveket, világnézeteket, sorsokat. Érdemes olyan emberektől könyvajánlót kérni, akire felnézünk. Ide tartoznak a viták. A vita emberséges környezetben kötelező.
előrébb viszi mindig a gondolkodásomat, ha nem csak egyformákkal beszélgetek egész nap. Ide tartozik az, hogy ki kell próbálni bizonyos dolgokat. Mit kell kipróbálni? Előbb mondom azt, hogy mit nem. Vannak dolgok, amit nem lehet kipróbálni, mert egyszerűen éget. Amikor ilyeneket hallok, ilyen felszínest, hogy az életben mindent ki kell próbálni, hát az olyanoknak csak annyit mondok, nyúlj a konnektorba és próbáld ki, milyen megrázó élmény. Nem lehet mindent kipróbálni, mert valami azonnal éget és nyomot hagy. Nem lehet kipróbálni a szexualitást. Azonnal nyomot hagy. A lelkünkben is, a testünkben is, abból azonnal élet fakadhat. Ezt nem lehet kipróbálni. Annak tisztes helye csak a házasságban van. Nem lehet kipróbálni a drogokat. Az alkohollal kulturáltan lehet együtt élni. De a droggal nem. Öreg drogost még nem temettem. Mert nincs. Mit kell kipróbálni, ha ezeket nem? Kipróbálni magunkat különböző élethelyzetekben. Különböző munkákban. Kipróbálni magunkat, hogy eddig nem írtam verset, mi lenne, ha megpróbálnék. 4-5 sort összerakni. Kipróbálni, hogy eddig ilyeneket ettem, ilyen életstílust éltem, most egy picit váltok. Ide tartozik a gondolkodás. Naponta átgondolni a napunkat. Valaki jobban szeret reggel, friss aggyal, van, aki jobban szeret este. Minden nap meg kellene találni azt a szent időt, amikor az ember magasra fölröpül, és templom torony tetejére, az Isten színe elé, elvei filozófiája magasságába, és gondolkodik. Aki gondolkodik rendszeresen, az nem fog nagyot tévedni. És milyen sajnálatos, amikor úgy megyünk haldoklókhoz, hogy azt mondja a halálos ágyán, ha még egyszer 20 éves lehetnék, de máshogy élnék. Ide tartozik a Biblia. A Biblia, és ideírom az imát is, az imádságot, mind a kettő nem csak egyszerűen a gondolataimhoz visz, nem csak egyszerűen én agyalok, mint a légy a lámpa körül, hogy is éljek, hanem oda visz az Isten szín elé. Az Isten, kérem, az a tiszta látás. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy dicsőség neked, Istenünk, ki földerítetted a világosságot, amiben lehet látni, mert sötétben nem lehet látni, csak eltévedek, vagy összetöröm magam. Krisztus a fény. Krisztus a világ világossága. És ha látok benned a fényben, látok veled, akkor fogok tudni jól élni. Az imádság, a Biblia nem csak a magam gondolataihoz, hanem Isten színéhez akar fölemelni, és onnan látni az életet. Mostani karácsony lesz a legszebb, mert nővérem elment szeptemberben Lengyelországba. Ott folytatja tanulmányait, de most decemberben fog hazajönni, és ezt már nagyon várjuk mindannyian. Szerintem ez lesz így a legnagyobb ajándék, hogy végre itthon lesz. Karácsonykor az egész rokonság összegyűlik nálunk. Ez azért is nagyon fontos, mivel igen kevesen vagyunk, és elég távol élünk egymástól, és akkor ilyenkor találkozunk valójában. Tehát ez már ad egy hangulatot ennek az ünnepnek, és természetesen vannak különböző előkészületek. Együtt díszítjük a fát, elmegyünk éjféli misére. Nekem az a karácsony volt a legemlékezetesebb, amikor unokatestvéreimmel, nagymamámnak készítettünk egy ilyen kis tésztából készült baba süteményszerűséget, és nagyon ügyesen megoldottuk, mert falra akasztható, és mai napig, míg bemegyünk a szobába, mindig ott van. A szeretet ünnepe, ahogy sokan mondják, de szerintem ez nem igazán így van. Attól vagyunk még jobban boldogok, hogy Krisztus megszületik, és ezt együtt ünnepli az egész család. Hát, amikor kisebb voltam, akkor nem is tudom, talán a betlemezés volt az, ami úgymond közelebb hozott így az ünnepire hangolódáshoz. Mint hogy körbejártuk az egész falut, és szinte minden házba mentünk, és nagyon jó volt látni az öreg nénikkel, hogy mennyire örülnek nekünk. Mi sose voltunk gazdagok, és nagyon sokszor volt olyan, hogy le kellett mondanunk dolgokról, meg hogy nem kaptam meg, amit szerettem volna, hiába hisztisztem érte, vagy hiába kértem szépen, vagy akármi, de
De most azt mondom, hogy mindent megkaptam a szüleimtől, amit ők adhattak nekem, mert az értékrendjüket adták át, és ez a legfontosabb, hogy ugyanazt tartsam értékesnek, amit ők. Sok olyan dolog van, amit nem lehet megvenni, például ilyen a szeretet is. Egyszer hallottam egy előadást, Böjte Csaba atyának volt egy ilyen előadás a szeretetről, és azt mondta, hogy a szeretetet ki lehet szeretni a másik emberből. És ez tényleg így van, hogyha karácsonykor is, ha nem akarjuk egyedül tölteni, akkor azért tenni is kell valamit. Szóval nem csak, hogy beülünk egy sarokba, és azon buslakodunk, hogy nekünk miért nincs családunk, vagy miért nem, akkor barátokat kell szerezni, esetleg velük tölteni, vagy valamit tenni kell érte. Nem maradjunk egyedül. Vannak ilyen magányos emberek, szerintem fel kéne keresni őket, tehát ez egy ilyen megmentési terv, és valami karácsonyi hangulatot lopni a szívükbe. Falun vannak is ilyen szokások, például itt Hajdúdorogon a kóringyálás, ilyen, amikor mennek házról házra a gyerekek, és akkor énekelnek, és akkor a magányos embereket felkeresik, és így nyújtanak nekik valamit ebből az ünnepből is, ebből a hangulatból. A szeretet az feltétel nélküli, tehát nem kell bizonyítani semmi ajándékkal. Ugye jó dolog az, hogyha kap az ember valamit, örül neki, de nem feltétlenül az a legfontosabb. Nekem például a bátyám teológián tanul Nyíregyházán, és mindig nagyon várom, hogy hazajöjjön, mert elég ritkán engedik haza, és nekem ez nagyon jó érzés, ha itthon van, és egy úr beszélgethetek vele. Egyszer így azt hiszem lelki gyakorlaton néztünk egy filmet, amiben az volt a házi feladata a gyerekeknek, hogy valamilyen jó cselekedetet tegyenek másokkal. Vagy hogy valahogy változtassák meg a világot. És egy kisfiú pont ezt találta ki, hogy ő is továbbad három jó cselekedetet három embernek, vagy három emberre jót tesz, és azok is tegyenek jót még három emberrel, ez a feltétel. És ezzel egy olyan nagy dolgot indított el, ami utána teljesen bejárta szinte az egész világot, pedig a kisfiú ezt egyáltalán nem is gondolta. És hogyha mondjuk mi is ilyeneket tennénk, hogy mondjuk csak három emberrel tennénk valami jó dolgot, és azt a feltételt adnánk, hogy még három embernek adja tovább, akkor hát lehet, mi is el tudnánk ezzel egy nagy dolgot indítani. Minden karácsonykor jót kell tenni, ajándékokat kell venni, és ez így a megszokott, de ezt nem konkrétan csak karácsonykor kellene megtenni, hanem januártól decemberig, egész évben. A karácsony szerintem egy ilyen löket, ami próbálja az embereket fölébreszteni. Azzal vagyok jel, hogy igenis, hogy utára adom az embereknek azt, ami nekem teljesen természetes, de másoknak egyáltalán nem biztos, hogy a karácsony egyrészt nem a vásárlásról szól, másrészt nem az ajándékokról, meg tényleg nem is ezek a külsőségek számítanak, hanem tényleg az, hogy Krisztus megszületett, és azért utálják sokan a karácsony, mert hogy vásárlási láz, meg mit tudom én, de ha nekem Krisztus születése a karácsony, akkor én nem utálhatom a karácsonyt. Általában szerintem az emberek saját magukat elég nehezen képzelik el jelként, tehát honnan gondolnak, hogy pont ők lesznek majd jelek. Nekem is nehezen fordul meg a fejemben magamtól, hogy miért pont én legyek jel, vagy hasonló. A kis dolgoknak az ereje az nem az után következő mi hamarabbi következményben rejlik, hanem ki tudja, lehet, hogy az értelmét az később nyerni el. Azok az emberek, akik úgymond nem vallásosak, és nem akarják elhinni, hogy de ez most Krisztus születése, és hogy ezt ünnepeljük, azok lehet, hogy valami olyan jelet várnak, ami tényleg, ahogy Sára mondta, ilyen természet fölötti dolog, és ezért nem tudják talán megtapasztalni, hogy mi is valójában ez az ünnep, vagyis mi az üzenete, a lényege. És közben meg lehet, hogy pont a környezetükben él egy olyan ember, akin keresztül mondjuk rájöhetnének, csak ők nem veszik ezt észre, mert sokkal nagyobb dolgot várnak. Az is lényeges, hogy az emberek tudják, hogy nem csak mi tartjuk az ünnepet, hanem az ünnep is tart minket. Szerintem ezáltal a műsor által, tehát magunk is jelé válunk, mert végül is ezt az egész világot beszövi a média, és hogyha nem csak ezt a fogyasztói társadalmat hangsúlyozzuk, hanem ezt is, amit ez a műsor sugall, akkor ez is egy jelként szolgálhat az embereknek. De
a jelek sem érnek semmit, hogyha az emberek nem értik meg őket. Tehát maga a csillag sem ért volna semmit, hogyha nem ismerik fel és nem indulnak el feléje. Mennyei kórus, égi